A törvény szövegének pontosítását javasolja a hivatali visszaélésre vonatkozóan az Alkotmánybíróság. Az üggyel már májusban foglalkozott a testület, ám akkor elhalasztotta a döntést. A korrupció ellenes ügyészséget vezető Laurákod Rúcák Kövesi korábban úgy vélte, amennyiben nem lehet büntetni a hivatali visszaélést, az mintegy 3200 kivizsgálási ügyiratot érint, az állam pedig 620 millió euró kár visszaszerzésének esélyétől esik el. Több politikus szerint azonban a hivatali visszaélés meghatározása a törvényben nem elég világos, szinte mindenre ráhúzható. Mai döntésével az Alkotmánybíróság gyakorlatilag ezt erősítette meg, amikor kimondta, hogy a vonatkozó passzusban szereplő hibás módon szófordulatot a törvényellenesen szóval kell helyettesíteni. Ebben az értelmezésben több olyan ügy, amelyet hivatali visszaélés vágyával indított az ügyészség, nem tartható fenn a bíróság előtt.